Tamásiban a Könnyű László könyvtárnak számos hagyománya van, melyet évről évre életre hívnak. A város szülötteiről sem feledkeznek meg, november 19-e is egy fontos dátum e tekintetben. Minden évben Erzsébet napon Turmezei Erzsébetre az evangélikus diakonissa költőnőre emlékezünk. Ezen a napon megkoszorozzuk az egykori szülőháza helyén álló emléktáblát, és este pedig valamilyen verses rendezvénnyel készülünk, lehet ez egy szavaló verseny, egy felolvasó est, vagy éppen egy irodalmi est. Turmezei Erzsébet már 7 éves korában verset írt a Jó Pásztor címmel, vallásos belső elkötelezettségét szavakba, versbe, prózába öntötte. Számos önálló és gyűjteményes kötetben jelentek meg versei és műfordításai. Az önálló köteteit maga válogatta, maga szerkesztette. Fordított finn, angol és német nyelvű verseket, és jelentős része volt az evangélikus énekeskönyv szerkesztésében, amelybe 100-nál is több éneke és fordítása került. Turmezei Erzsébet Tamásiban született 1912-ben. A magyar-német szakos tanárnő, költő, műfordító, diakonissa, az evangélikus egyház 20. századi történetének kiemelkedő alakja. Idén egy irodalmi estel tisztelettek emléke előtt Tamásiban, ezúttal Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, költő, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja Lukács Sándor volt a meghívott vendég. Nekem 2 önálló estem van. Van egy a magyar irodalom, a magyar költészet gyöngyszemeiből egy összeállítás, és van egy saját verseimből készült összeállítás. Úgyhogy, ha jól emlékszem, a mecenatúrám vagy szervezésem úgy állapodott meg a helyiekkel, hogy egy vegyesen, tehát lesz egy kis Petőfi, Ady József Attila, Radnóti, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, és a saját verseim. De 8 kötetem jelent meg, úgyhogy Elizet Álom címmel van egy válogatott verses kötetem, és akkor azokból föleleveníteket egy-két verset. Nálam nagyon hamar kialakult ez az írás. Majd, hogy nem azt mondhatom, hogy előbb írtam, mint színészkedtem. Az első versem 9 éves koromban jelent meg egy kockás számtan füzetben, Zászlók címmel, 1956-ban. Voltam 9 éves, és olyan helyen laktunk, hogy épp ott vonultak föl az emberek, diákok, munkások, értelmiségiek egy nagy széles főutcán, Miskolcon, a Győri kapuban, és ott a kiukasztott zászlók, ugye a Vörös Csillag címmel kivágták, és olyan hatással volt rám, egy kis 9 éves kölökre ez a sok emberi arc, lehetett látni rajtuk, hogy csillog a szemük, és valami jobb felé meneteltek ott egymásba kapaszkodva. Úgyhogy megérintett 9 évesen ez a dolog engem, hát persze apám még nem engedtek még ki az utcára, csak az ablakból nézhettem. Úgyhogy ez 9 éves kor óta írok, és nagyon nehéz jellemezni az embernek a saját műveit vagy írásait. Hát ezek mindig más hangulatok, más helyzetek, más érzelmek, érzések. Én nagyon remélem, hogy aki olvas, az megtalálja benne a kedvére valót. A költészet és a versmondás és egyáltalán az előadó művészet az nem stadion műfaj. Ott az intimitás, a közelség, a gondolatoknak a minél tisztább, bensőségesebb átadása az nagyon lényeges és fontos. És azt egy ilyen kis helyen, ahol nincs sok ember, viszont értő, szerető és verset kedvelő emberek vannak, az egy nagy élmény ilyen embereknek verset mondani, vagy tolmácsolni gondolatokat verseken keresztül, mert ez a lényeg, hogy az ember a saját észjárását, gondolkodását, esetleg filozófiáját próbálja közvetíteni a verseken keresztül.
Méltóképpen a magyar irodalom nagyjainak írásaival tisztelgett az este a diakonissa előtt. Többek között Radnóti Miklós verse, a himnusz a békéről is elhangzott az érdemes és kiváló művész tolmácsolásában. Te tünde fény, futó reménység vagy te, forgó századoknak ritka éke. Zengő szavakkal és egyre lelkesebben szóltam hozzád, könnyű léptű béke. Szólnék most újra, merre vagy? Hová tűntél a télből, mely rólad papol, s acélt fenn, szívek ellen, ellened? A szőlőszemben alszik így a bor, ahogy te most mi bennünk rejtezel. A tamási születésű Túrmezei Erzsébetnek munkássága és szolgálata ideje alatt több mint 900 verse és műfordítása látott napvilágot tollanyomának.